A választási bizottság elnökétől, Kelecsényi Józseftől vette át kis ünnepség keretében a következő 4 évre szóló megbízólevelét dr. Kontrát Károly Balatonfüreden. A Fidesz-KDNP jelöltjeként 45 település országgyűlési képviselője lesz 2022-ig. Dr. Kontrát Károly elmondta, jelentős célokat értek el a települések az elmúlt 4 évben, amit az emberek nagy többsége támogatott. 28 éves politikai pályafutásának legszebb 4 éve volt az előző. Reméli, a következő 4 év, amelyben minden itt élő választópolgár képviselője szeretne lenni, legalább ilyen eredményes lesz. A legtöbb eredményt ebben a 4 évben tudtuk elérni, és egy olyan együttműködést tudtam kialakítani ebben az új választókerületi rendszerben a 45 település polgármesterével, ami azokat az eredményeket hozta, hogy minden település léphetett egyet előre, a településen élők életkörülményei javultak, Balatoncsicsótól Várpalotáig, Fürettől Almádig, mind a 45 településen jelen voltam, és én a kampányt nem február 17-én vagy 19-én kezdtem el, hanem 2014. április 7-én a választás másnapján, hiszen az volt a célom, hogy minden településsel kapcsolatban legyek, elérhető legyek, a problémákat meg tudjanak találni a kérésekkel, és én azt a felfogást követtem, hogy én a települések megkereséseit támogattam, tehát én nem határoztam meg célokat a településeknek, hiszen mindig minden településen vannak választott polgármesterek, tisztségviselők, testületek, és az ő általuk fontosnak tartott célokat támogattam. Nagyon lépett előre az elmúlt 4 évben ez a választókerület, és én azt tapasztalom, hogy ugyanis a kampányban is végigjártam minden 45 települést, hogy komoly célok vannak, komoly beruházások vannak folyamatban, és komoly terveket tártak elém, amiből segítséget kértek. Az ország is jó helyzetben van, Magyarország egy erős, büszke európai ország, és a Balaton szerepe felértékelődik, nem csak a nemzetközi, hanem a hazai turizmusban is. Nagyon szép feladatok vannak, nagyon nagy munkát lehet elvégezni, és én azt gondolom, hogy ha összefogunk a polgármesterekkel, a településen élőkkel, akkor eredményesek leszünk, és még egy dolgot szerettem volna kihangsúlyozni, hogy én valamennyi itt élő polgár képviselője akarok lenni ebben a ciklusban is, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 4 évben voltam. Ez a célom, és az a célom, hogy megszolgáljam ezt a nagy bizalmat, hiszen ki kell emelni, hogy egy nagyon erős felhatalmazást kaptam, több mint 6000-rel több voksot kaptam, mint 2014-ben. Elismerték, értékelték a munkámat. Fidesz-KDNP is több voksot kapott, mint 4 évvel ezelőtt, 2/3 többséget szereztünk, hamarosan megalakul az új kormány, és azokat a feladatokat, amelyekről beszéltem, azoknak a végrehajtását megkezdjük, jók az előjelek, én abba bízom, hogy ez a 4 év még sikeresebb lesz, mint a mögöttünk hagyott. Az ön feleségével mindig találkozhatunk a rendezvényeken, hiszen közösen jönnek nagyon sokszor Balatonfüredre. Meghatódott itt, amikor megköszönte neki az elmúlt időszakot? Hát a család támogatása nagyon fontos. A feleségem, gyerekeim, testvéreim is támogattak engem, és szeretettel gondolok a szüleimre, akik ma sem nem lehetnek itt, és nem örülhetnek az én sikeremnek, de úgy gondolom, hogy a család támogatása nélkül nem jutottam volna el ide, de azoknak az önkénteseknek is, azoknak a több száz aktivistának, önkéntesnek, segítőnek, támogatónak a segítségét is megköszönném, a Fidesz-KDNP közösség segítségét, akik támogattak, és valamennyi választópolgárnak a segítségét, vagy a szavazatát, akik rám is a Fideszre szavaztak, meg fogom szolgálni a bizalmat. Dr. Kontrát Károly rendkívül sokat dolgozott a választókerületében, konfliktusmentesen és nem rátelepedve a településekre. Fogalmazott az ünnepségen dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere, aki a többi megjelent polgármesterrel együtt sikeres következő 4 évet kíván dr. Kontrát Károlynak.